Üdvözöltök mindenkit innen az új rendhagyó helyszínünkről, Marci szobájunkból, ahonnan jelentkezik ez az új rendhagyó epizód. Most, hogy mind a ketten újra itthon vagyunk Robival, hazaértünk az utazásból, ami őrült jól sikerült. Ha valaki esetleg lemaradt volna róla, itt tudjátok csekkolni a karáni szigeteki epizódokat, amik nagyon a szívünkhöz nőttek, és az egész kaland őrült jó élmény volt, eltekintve attól, hogy a Ferénél jött két nap kalima extra. Akik nézik az adásokat, azok pontosan tudják, hogy mi az a kalima. A Szahara ajándéka a Kanári-szigeteknek. A Szahara pedig, hát a Szahara a szegény rokon, aki azt viszi magával a karácsonyi buliba, amit éppen otthon talál. Na és igen, mit talál otthon, hogyha igazán szép néz? Hát homokot. Amikor tehát kalima van, az beteríti az egész Kanári-szigeteket, de most mindezt olyan intenzitással tette, hogy arra konkrétan 15 éve nem volt példa. Repülőjáratok álltak le, az emberek bekényszerültek a luxusszállodai szobákba, szemben a szokásos kalimával, ami általában csak kevéske homokot, de nagyon-nagyon sok meleget hoz magával. The government has declared a state of alert as the dust storm which turned the sky orange has reduced visibility. És ugye miközben mi dúskáltunk a kalimában, itthon egy teljesen szokatlan téli vihar tépte le a háztetőket, tavaly Ottawában elcsíptük az évszázad áradását, két éve meg esett az eső, amikor Death Valley-ben voltunk, és egy éven belül elképesztő erdőtűz volt Szibériában, Ausztráliában és Brazíliában, aminél három távolabbi helyet egyszerűen képtelenség lenne felrajzolni a térképen, nem, tényleg semmi baj nincs az időjárással. De a kalima jött és ment, ami viszont nem oldódott meg ilyen gyorsan, az a koronavírus, ami felütötte a fejét Tenerifén egy hotelben, amit karantén alá vontak. There's nothing that I can do about it. You just have to accept the process. It's frustrating. I'm on my own here with two young children. És ezen a ponton a pánik általános lett, legalábbis a szigeteken kívül itthon meg olyan cikkek jelentek meg, amik pokolinak írták le a helyzetet, de a mi szempontunkból akkor szabadult el a pokol, amikor Balázsék, pontosabban Vadon Jani beolvasott egy üzenetet, miszerint mi ott vagyunk a gócpontban, fel kéne minket hívni. Azt írja valaki, hogy a youtuber Magyarorsi kín van. Hol? Ezt nem tudjuk, hogy az utcán van kint, vagy Olaszországban van de kint, vagy Tenerifén van Tenerifén. Akkor a szállodában van. Na, próbáljuk már megelérni. Na, ők nem hívtak fel, de mindenki más igen. Kaptunk nagyon sok kedves kérdést tőletek, ismerősöktől, amik tök jól estek, de megkerestek minket újságok és hírcsatornák is, hogy gondolkozzunk arra, hogy milyen az élet a pokolban. Hát valami ilyesmi. Mi ugyanis Fuerteventurán jártunk, ami két szigettel odébb van Tenerifétől, és egy egész Gran Canaria szorult be a kettő közé. De amúgy is a Kanári-szigeteken 25.141 hotel van, csak a Booking.com címlapos hirdetése szerint, és azért mondom, hogy a címlapos, mert ha bemegyünk az oldalra, már csak 17.478. Gyorsan terjed a korona. A legabszurdabb levelezésem egy TV csatorna híradójával volt, amelyik mindenképpen ki akar csikarni tőlem egy nyilatkozatot, amikor már azt is tudta, hogy másik szigeten voltam, ott minden rendben volt, ráadásul hazaértem, mielőtt eszkalálódott volna a helyzet. És a végső év, ha jól emlékszem, akkor az valami olyasmi volt, hogy mesélj a koronáról, mert úgyis sokat utazom. Hát kérdezzétek meg a gombóca! Lényeg, hogy pánik van. És mindenki a koronavírussal foglalkozik, szóval igazából tök mindegy, hogy legjobb tudomásom szerint nekem annyi közöm van a betegséghez, mint a mostanáig nálunk bujkáló lengyel drogmafia főnöknek ahhoz, amit általában a drogmafia főnökökről gondolunk. És most hagyok egy kis időt nektek. Ez a modell itt jobb oldalon a lengyel drogmafia főnöke volt, aki a közelmúltig nálunk bujkált, és aki egyben a legrosszabb érv a szervezett bűnözés ellen. Szóval, mindegy, hogy legjobb tudomásom szerint nekem semmi közöm nincsen a betegséghez. Mégis sokan akartak tőlem interjút, információt. A helyzet egyébként tényleg komoly, amit remekül mutatnak a címlapok, amik finoman egyensúlyoznak, a tárgyilagos tájékoztatás és az érzelemmentes hírközlés vékony kis mestjéjén. Az apokalipszis első lovasa, a vírus neve halál. Közelgő Armageddon. Világszerte elfogytak az arcmaszkok, amikről már kiderült, hogy nem nagyon érnek semmit. Repülőjáratok álltak le, országrészeket vontak karantén alá, és még Magyarországon, ahol eddig egyetlen egy beteget sem regisztráltak, a vásárlók lefosztották a boltokat, és szinte mindenhol elfogyott a liszt. És ami ennél is nagyobb baj, mi a szart kell csinálni a liszttel? Mármint mindenki tudja, hogy Armageddon idején lisztet kell venni, és mindenki tudja, hogy megérkezett az apokalipszis első lovasa. Hogy a vírus neve halál. Hogy a közelgő Armageddon. Meg is vettük a lisztet, de mi a szart kell vele csinálni? Sok millió magyar bújja ezekben a percekben is a netet, és próbálja kitalálni, hogy mi a szart csináljon azzal a 30 kg liszttel, amit hisztérikus sértségében megvásárolt.
Szóval tényleg kisebb fajta pánik van, de a pánik oka nem is elsősorban az, hogy eddig 80 ezeren fertőződtek meg, és 3 ezeren haltak bele a betegségbe, 90%-ig egyébként Kínában is, úgyis mindegy, mert a betegek elsősorban öregek, és mi nem vagyunk azok, ugye? Mármint ez a narratíva tök gyakran visszaköszön a hírekben, hogy nem nagyon kell aggódni a koronavírus miatt, mert az az öregekre veszélyes elsősorban, és tényleg igaz, hogy főként a 75-80 feletti betegek halnak bele a vírusba, de basszus, ez egyáltalán nem megnyugtató a 75-80 feletti olvasóknak, akiknek a körében az általános 2%-osnál sokkal-sokkal nagyobb a halálozási arány. Ráadásul az első olasz fertőzött, akit mostanában vesznek le a lélegeztető gépről, egy 38 éves, erős, magas amatőr sportoló, aki nagyon jó fizikai állapotban fertőződött meg, és iszonyú erőfeszítések árán sikerült csak megmenteni az életét. És éppen ez a gond a koronavírussal, amiért olyan nagy figyelmet kap a betegség. Mert a 2%-os halálozási arány nem tűnik magasnak, de hogy beszéltük is, az idősek körében ez az arány sokkal-sokkal magasabb. Ráadásul, ha mind a 2 milliárd ember elkapná a betegséget, a 140 millió halottat jelentene. Ez több, mint amennyi ember a 20. század összes háborújában meghal. De ez a 140 millió szám nagyon elméleti becslés. Egyrészt, mert nem fertőződik meg mind a 7 milliárd ember, másrészt, mert a halálozási arány addig tud ilyen relatíve alacsony maradni, amíg nagyon-nagyon kevés a fertőzött. Amint ugyanis több lesz, összeomlik az egészségügyi rendszer, és tényleg elszabadul a pokol. És itt el is jutottunk odáig, hogy miért kell olyan komolyan venni a járványt. A 2%-ot a modern orvoslás minden képességét bevetve tudjuk csak tartani. Ez hatalmas erőforrást igényel az orvosoktól és az egészségügytől, néhány száz beteg mellett is. De ha néhány ezer vagy tízezer fertőzött lenne, az képes lenne megroppantani még az olyan acélos egészségügyeket is, mint a magyar. Nem röhög. Nincs korlátlan mennyiségű intenzívágy, felszereltség, lélegeztetőgép, orvos, ápoló, még ha olyan jól meg is fizetik őket, mint itthon, és most már tényleg hagyjátok abba a röhögést! Szóval, alapvető fontosságú, hogy alacsony maradjon a fertőzések száma, hogy mindenki megkaphassa a legmagasabb szintű ellátást, és így ne növekedjen a már így is tragikus 2%-os halálozási arány, ami 20-szor magasabb az influenzájénál. Tehát be kell tartani a központilag előírt óvintézkedéseket, nem érdemes magunkat feleslegesen kitenni a járványveszélynek, aki tehát azt tervezte, hogy Olaszországból indulva Irán érintésével elkezd gyalog túrába Wuhanig, az ne tegye. Azzal együtt se is ez fontos hír, hogy Kína a szigorú intézkedések miatt a jelek szerint már túl van a csúcson, vasárnap alig 202 új beteget diagnosztizáltak, már pedig a napi új fertőzöttek száma Kínában utoljára január 23-án volt 300 alatt. Meg most megint. Szóval a szabályok azok láthatóan működnek, de mi is sokat tehetünk az egészségünkért, szóval például ne legyünk szívbajosak, ha valaki szárazan kőg egy hőmérővel a hóna alatt, amin 38 Celsius fok szerepel, és kezet nyújtva szeretne bemutatkozni, hogy Giorgio Lombardiából, akkor nyugodtan mondjuk meg neki, hogy majd a világjárvány után majd akkor bemutatkozunk. És ne felejtsük, hogy a falakon, a műanyagon, üvegen akár 2-4 napig is fertőzőképes a vírus, szóval ne nyalogassuk a buszok ablakát, sem más mobilját, és mossunk minél gyakrabban kezet. Kis szerencsével már kibekkeljük azt a hátra lévő néhány hideg hetet, ami igazán kedvez a járvány terjedésének, amikor az emberek sokat vannak szárra zárt helyeken, ahol sokkal jobban tudnak terjedni a vírusok, mint a szabadban a magasabb páratartalomban, szóval a meleg kinyírja majd a drága koronát. Elvileg, de ez még nem bizonyított. És ez a mai adás ez hirtelnyében ennyi, holnap egy mobil teszttel térek vissza, és a következő hetekben itthon leszek, szóval a szokásos ügymenet szerint haladunk. Bár ha tetszett ez az adás, ez a hír összefoglaló, akkor nyomjatok egy lájkot, vagy írjátok be kommentbe, vagy valamilyen módon jelezzétek, és akkor máskor is lesz ilyen, ha már egyszer úgyis készült egy ilyen spéci főcím hozzá. Kösz, hogy velem voltatok, sziasztok!